Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ünnepélyes keretek között átadták az Alba Fructus Kft. Új iváncsai hűtőházát. Az európai piacra szánt magyar cseresznye ettől a pillanattól kezdve onnét indul útnak. Iváncsán felavatták az Alba Fructus Kft. Új hűtőházát. Az 1,6 milliárd forintos beruházás egy újabb lépés a térség munkaerőpiacának optimalizálására. A hűtőház 30 embernek ad munkát, és a magyar cseresznye európai exportjának legjelentősebb bástyája lesz a jövőben. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság húzóágazata legyen, az agrárium feltétlenül szükséges a fejlődés, a fejlesztés. Ennek vagyunk tanúi itt Iváncsán, hiszen a mezőföld szívében a gyümölcstermesztés fontos. Ugyanakkor feldolgozó ipar nélkül elmaradás várható, azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső. Ez valóban így van, hogyha az élelmiszergazdaságunkat, tehát azon belül a mezőgazdasági termelő alapokat, illetve az élelmiszeripart fejleszteni akarjuk, már pedig ez a célunk, hogy egy komoly fejlesztést hajtsunk végre, hiszen a világ élelmiszer szükséglete folyamatosan növekszik, és a magyarországi kapacitások és adottságok rendkívül jók erre, ezért ezen a területen fejleszteni kell, tehát az élelmiszeripar fejlesztése, a kutatás, fejlesztés, innováció, új termékek megjelenítése, ez egy nagyon fontos dolog, nagyon komoly kihívás, és örülök annak, hogy egy jó példát láthatunk most itt. Ez a 1,5 milliárd forintos beruházás és az új név jelzi azt, hogy a magyar termékre szükség van Magyarországon, nem különben természetesen az exportra. Ez így van, a magyar termék az jó minőségű, hogyha a gyümölcsöket nézzük, akkor kimondottan kiváló íz és aromavirágról világról beszélhetünk. Hogyha összehasonlítjuk más Európai Uniós tagállami termékekkel a magyar gyümölcsöt, akkor kiugróan eltérő és kedvező a jó minőség a magyar termékek javára. És nyilván az agrárexportunkban is ez egy nagyon jelentős, fontos pozíciót tölt be a gyümölcságazat. Abban, hogy az agrár külkereskedelmünk egyelege folyamatosan pozitív, és a nemzetgazdaság külkereskedelmi aktívumának mintegy egyharmadát adja az agrárexport-import egyelege, abban a hazai gyümölcságazatnak is nagyon fontos szerepe van. Illetve, ahogy beszéltük, a feldolgozottság irányába kell elmenni, tehát itt ez a hűtőház is abba az irányba viszi el a végterméket, hogy magasabb feldolgozottsági fokba, és lehetőleg közvetlenül érjenek el a fogyasztók az ezekkel a kiváló minőségű termékekkel. Az avaton Kelemen Péter, az Alba Fructus ügyvezetője bemutatta a cseresznyeválogató gépet, amely a szezonban 24 órán keresztül szolgálja ki a piacot. Mit tette szükségessé? Honnan jött a gondolat, és miként sikerült megvalósítani? A beruházásunkat az indokolta, hogy egy termelőcsoport alakult 30 résztvevővel, közel 400 hektár gyümölcsültetvénynek a művelését hajtják végre a tagjaink, és tulajdonképpen az általuk megtermelt árualapnak a piacra juttatásához volt szükségünk egy olyan árukezelő központra, ahol képesek vagyunk a gyümölcsfajtáikat hűteni, tárolni, csomagolni, és olyan formában elkészíteni, hogy az a fogyasztóknak az asztalára kerüljön. Ez volt az, ami indokolta azt, hogy végrehajtsuk ezt a 3 éves fejlesztést. Rendkívül fontos kérdés a fajta választék, hiszen ez kulcs momentum tekintve, hogy importra szállítani. Igen, tulajdonképpen számunkra ami fontos ebben a házban az az, hogy a legtöbb ide beérkező gyümölcsöt azt különböző mechanikai terhelések érik, tehát válogatógépeken, csomagológépeken jutnak keresztül. Ezek mindenféleképpen igénybevételt jelentenek, tehát fontos az, hogy a termelőinknek olyan tanácsot adjunk, hogy olyan fajtát válasszanak, ami ezeknek az igénybevételeknek megfelelnek. Azt gondolom, hogy sok ma köztermesztésben lévő fajta megfelel ezeknek az igényeknek, illetve a jövőben eltelepített ültetvényeknél folyamatosan adunk olyan információt a tagjaink számára, hogy ezeknek a követelményeknek meg tudjanak felelni. Miként találják meg az európai piacot? Nyilván ez nagy kihívás. Igen, számos lehetőségünk van, a tapasztalatunk szerint elsősorban nem a piaci lehetőségek megtalálása jelent a kihívást, hanem a piaci lehetőségekkel való éléshez való árualapnak a megtalálása jelenti Magyarországon a kihívást. Könnyen fel tudjuk venni a kapcsolatokat szakmai rendezvényeken, kiállításokon, vagy közvetlen az internet segítségével azokkal a piaci partnerekkel, akik általában nagyobb mennyiségű igényt jelentenek be annál, mint amit képesek vagyunk kiszolgálni. Tehát a mi eddigi tapasztalatunk az, hogy nem a piaci lehetőségek jelentik a korlátot, hanem egyelőre az, hogy mekkora mennyiségű minőségi árualappal rendelkezünk ezeknek a piacoknak a kielégítéséhez.
Azzal, hogy ez megépült, ez a hűtőház, segít abban is, hogy a gazdák lássanak jövőt a cseresznye termesztésben? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. A gazdák az elmúlt években azt tapasztalhatták meg, hogy a hazai nagybani piaci értékesítési csatorna az nagyon gyakran telítetté válik. Ilyenkor rendszeresek az ár összeomlások a piacon, amelyek mindenképpen negatívan hatnak az ő jövedelmezőségükre. Ennek a háznak a megépülése azt jelenti számukra, hogy stabilan, folyamatosan hozzá tudnak férni egy olyan fizetőképes piachoz, ahol ezek az áringadozások kevésbé jellemzőek, ahol gyakorlatilag nincsenek akkor összeomlások, ugyanis a kereslet az általában a magyar kínálathoz képest a jó néhány szorosa. Így módon én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagy előrelépést jelent ez a cseresznye termelők számára. A minőség alapvetés. Így van, ez a legfontosabb. Az itt telepített technológia az lehetővé teszi azt, hogy a cseresznyét az sok más Magyarországon már eddig is minőségi paraméterek szempontjából automatikusan osztályozott gyümölcs után szintén ilyen paraméterek szerint osztályozhatóvá tegyük. Képesek vagyunk a puha gyümölcsöket, a repett gyümölcsöket, a problémás gyümölcsöket külön választani, és első, másod, illetve harmadosztályra felosztályozni a cseresznyét. Ez megmutatja azt, hogy mely termelők tudnak olyan minőséget előállítani, amely egyébként a piacok számára elfogadható, és ebbe kell a legnagyobb mennyiségű energiát fektessük, hogy minél nagyobb mértékben olyan árut tudjanak behozni a termelők, amíg megfelel az első osztályú követelményeknek. Nem tehetjük meg azt a hosszú távú érdekeink miatt, hogy nem első osztályú és nem a legmagasabb minőségű árut visszük a piacra. Ez a cseresznye tekintetében egyébként különösen igaz, mert egy nagyon drága termékről van szó, itt nem bocsátja meg azt a piac, hogyha egy pici hibát is vétünk. Melyek a célországok? Azt gondolom, hogy a magyar cseresznyetermesztés volumenéből adódóan, amely az európai piacon maximum egy 1,5%-ot tesz ki, számunkra a legfontosabb célországok azok a közeli országok, tehát jelen pillanatban ez elsősorban Ausztria. A jövőben azt gondolom, hogy Ausztria, Németország, Lengyelország és a skandináv államok lehetnek a mi célpiacaink. Ön az imént az előadásában úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag 24 órás munkára kell, hogy felkészüljenek. A cseresznye szezon Magyarországon lévén, hogy a cseresznye tengerszint feletti magassága, az ültetvényeknek a tengerszint feletti magassága az viszonylag egyöntetű. Így módon Magyarországon egy 35 napos cseresznye szezonnal számolhatunk, ami az egész évhez képest egy nagyon rövid periódus, tehát számunkra nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag minél hosszabb ideig dolgozzunk. Mezőföld szívében a gyümölcstermesztés, a feldolgozóipar is rendkívül fontos, ennek látjuk tanúját itt Iváncsán, ahol egy új cseresznye feldolgozó üzem épül, azt hiszem ez egy fontos lépcső. Iváncsán több mint 1,5 milliárdos beruházás valósult meg termelői összefogásból. Az a termelői csoport, amelyiket mostantól fogva Alba Fructusnak fognak hívni, utalva ezzel Fejér megyének a nevére, közel 30 termelőnek az összefogásával építette fel ezt a hűtőházat. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt a mi megyénkben egy ilyen beruházás megvalósulhatott, hiszen ez munkahelyeket teremt. Másrészt megoldja azt a problémát, hogy a Velencei-tó környékén, illetve a Mezőföld déli részén folyó intenzív gyümölcstermesztési munka mögé egy feldolgozói kapacitás is kerülhet. Az elmúlt két hétben már mióta próbaüzeme zajlik a cseresznyeválogatógépnek, látjuk azt, hogy nagyon komoly igény van arra a munkára, ami itt zajlik, és hát nem csak az ország egyik legkorszerűbb cseresznyeválogató gépét üzemelték itt be a termelők, hanem a hűtőház egy másik részén egy nagyon korszerű almaválogató gépet is. Így lehetőség lesz arra, hogy az almatermesztéssel foglalkozó Fejér megyei és távolabbi gazdák számára is megfelelő feldolgozóipari hátteret biztosítson a termelői összefogással működő Alba Fructus. A térség országgyűlési képviselőjéként azt hiszem, hogy csak üdvözölheti ezt a lépést, hiszen ez egy komoly lépcső. Nem elég valamit megtermeszteni a feldolgozóiparral párban járva, ha úgy tetszik, kiváló minőségű termék segíti a gazdákat. Iváncsa 2800 lakosú település, nagyon fontos Iváncsa település szempontjából is ez az üzem, és nagy örömmel üdvözlöm az átadását. A szerződésben való kötelezettség alapján a társaság, amely felépítette ezt a modern, korszerű hűtőházat, 10 fő állandó foglalkoztatását és 20 fő szezonális foglalkoztatását vállalta. Ebből a létszámból 70% iváncsai foglalkoztatottra van
lehetőségünk, és azt gondolom, hogy ezzel élni kell. Nyilvánvaló, hogy ahhoz szükséges olyan munkaerőt is találni, aki ebben a gyümölcsfeldolgozó iparban képes helytállni. Én optimista és bizakodó vagyok, és az, hogy ez a hűtőház elkészült, és kiváló helyen került megvalósításra, hiszen az autópálya közvetlen közelségében, ugyanakkor egy nagyon jó logisztikai összefüggésben a környező kertészetekkel, a környező zöldség, gyümölcsfeldolgozó üzemekkel, mindenképpen a térség számára ez egy nagyon fontos kitörési pont, hiszen ez a terület mezőgazdaság szempontjából frekventált, és annak örülök, hogy a kertészet mint egy nagyon komoly hozzáadott értéket termelő ágazat most így előtérbe került. A gyümölcstermesztés mellett nagyon fontos, hogy a feldolgozóipar is fejlődjék. Itt van a példa Iváncsán ezzel a cseresznye válogatóüzem. Így van, nagyon fontos az, hogy a leszedett gyümölcsöket, kézzel leszedett gyümölcsöket ne azonnal kelljen értékesíteni, hanem lehessen tárolni, mert ez felveri az árát. De ezt mindenki tudja, hogy a gyümölcs azért az nagyon romlandó áru, tehát le van szedve, azt 24 órán belül értékesíteni kellene, ha nincsenek ilyen lehetőségek, hogy le lehessen hűteni a gyümölcsöt, és ezáltal később lehessen értékesíteni. Az idei évben amúgy is nagyon jellemző az, hogy egyszerre érnek, tehát az előző időszakokban azért úgy elnyúlott, hogy elkezdték szedni a gyümölcsöket a fákról, úgy elnyúlott az időszak. Az idén viszont egyszerre beérett minden, tehát nem volt rá két hét mondjuk egy fáról betakarítani a gyümölcsöt, hanem leérett egy hét alatt. A bemutató után a vendégek szakmai előadásokat hallgathattak meg. Lakatos Tamás, a Gyümölcstermesztési Kutatóintézet igazgatója a hazai cseresznye nemesítés eredményeit és jövőképét vázolta fel. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke pedig a gyümölcstermesztés szakmai szempontrendszerének változásairól tartott előadást. Közeledik határainkhoz az afrikai sertéspest is. A veszélyre Szíbert Gergely megyei főállatorvos hívja fel a figyelmet. Az afrikai sertéspest is, a házi sertés, az európai vaddisznó és egyéb elsősorban Afrikában élő disznófélék vírus okozta, bejelentési kötelezettség alá eső fertőző betegsége. A betegség nem gyógyítható, vakcina nem áll rendelkezésre, a megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. Az afrikai sertéspest is a jelenlegi járvány a Kaukázusból indult el Oroszországon keresztül, és megközelítette, illetve elérte Európa területét is. Hál' Istennek Magyarországon még nem jelent meg a vírus, de a határainkat megközelítette. A legutolsó kimutatott vírusos megbetegedés az nem régen Kárpátalján, a magyar határtól 20 kilométerre egy elpusztult vaddisznó teteméből került megállapításra. Ez azt jelenti, hogy közeledik a vírus. Ahogy mondtam, hál' Istennek Magyarországon még nincsen itt, de nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne is jusson be az országba, illetve hogyha bejutna, akkor azt a lehető leggyorsabban fedezzük fel, és próbáljuk meg teljes mértékben eliminálni, kiirtani. Sokunknak van benne felelőssége. Az első, hogy lehetőleg ne jusson be a vírus Magyarországra. Ezért van az, hogy keleti határainknál szigorított személy és podgyász ellenőrzést végeznek a határátkelőn. Ez azt jelenti, hogy nem lehet behozni élelmiszert az utasforgalmon keresztül, illetve a személygépjárművek, tehergépjárművek indokolt esetben fertőtlenítésen is átesnek. Természetesen a vaddisznók mozgását nem tudjuk határrendészeti eszközökkel megállítani. Ha bejutna az országba mondjuk egy vaddisznóval, vagy több vaddisznóval, akkor az lenne a leglényegesebb, hogy a lehető leghamarabb megtaláljuk a beteg, illetve elpusztult állatokat. Ezért az országos főállatorvosi határozat előírja, hogy valamennyi elpusztult vaddisznó tetemének helyét be kell jelenteni a járási állategészségügyi hivatalnak, illetve akár a vadásznak, de tulajdonképpen bárkinek, bármelyik hivatalos szervnek, legyen az a NÉBIH, legyen az a megyei kormányhivatal főosztálya. Tehát az a lényeg, hogy szakember tudomására jusson minél gyorsabban, hogy elpusztult vaddisznó van a területen, mert akkor ebből mintavétel történik, és az Pesten a laboratóriumban vizsgálatra kerül.
Tehát mindannyiunknak van felelőssége, legyen az egy természetjáró, vagy legyen az egy vadász, de természetesen az állatorvosoknak fokozott a felelőssége, ugyanis az állattartóknak is vannak kötelezettségeik, hogy bármilyen nagyobb arányú elpusztulást, ami az a házi sertés állományaikban jelentkezik, azt jelentsék be állatorvosoknak, és az állatorvos tudni fogja, hogy mit kell tenni, és ha a legkisebb gyanúját is felfedezi annak, hogy itt akár ez a vírusos megbetegedés lehetséges, akkor abból mintát fog venni, mintát fog küldeni a diagnosztikai intézetbe. Tudni kell erről a vírusról, hogy nagyon ellenálló vírus, pont ez a probléma is vele, mert vérben, húsban 4-5 hónapig is túlél, füstölt áruban, feldolgozott élelmiszerben, ami nem esett hőkezelés alá, ott akár 7-9 hónapig is túlélő lehet a vírus. Ezért is mondtam, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy élelmiszerrel kerüljön be a fertőzött területről az országba. Éppen ezért nagyon veszélyes például az átmenő forgalom, amely ugye a nagy útjainkat, M7-est, M1-est érintheti, hogy az ott keletkezett élelmiszer hulladékot nehogy házi állatainkhoz juttassuk. Ez tulajdonképpen tiltott már évek óta, mert ugye állati eredetű élelmiszer hulladékot haszonállattal nem szabad feletetni. Ezt ugye többen egyszerűbben úgy szokták fogalmazni, hogy a mosléketetése tiltott a sertéseknél. Ennek talán most még inkább realitása van, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre is. Tehát, ahogy látszik, többször visszautalok arra, hogy az állattartóknak is komoly felelősségük van, a természetjáróknak, a vadászoknak. A vadászoknak még arra is oda kell figyelni, hogyha a területen nagy arányú vaddisznó csökkenést tapasztalnak, kondák tűnnek el a területről, egy jó vadász folyamatosan tisztában van a területén levő vaddisznó mozgással. Ha ezek megszűnnek, eltűnnek arról a területről a vaddisznók, ott fel kell, hogy legalább gondolati síkon merüljön az afrikai sertéspestis behurcolása. Amennyiben behurcolásra kerülne a vírus, akkor azt csak igazgatási intézkedésekkel tudjuk eliminálni, tehát ott bizony az érintett gazdaságokban az állatok leülésre kerülnek. Itt mutatkozik meg az óriási gazdasági kár, amelyet ez a vírus tudna okozni, amennyiben bekerül az országba. Vannak ennek direkt gazdasági károi, ahogy mondtam, az állatok leülése, illetve a takarmány, alomanyag megsemmisítése, illetve a fertőtlenítési költségek, de rengeteg indirekt kár is keletkezhet, ez pedig az, hogy az országot kitilthatnák a sertéshús exportból, illetve a vágóhidaknak nem lenne mit levágni, tehát ott is elbocsátások várhatóak. De mondom, hál' Istennek a vírus nincs az országban, és mi azon vagyunk, hogy a lehető, ha bekerülne, a lehető leggyorsabban felfedezzük, hogy bekerült az országba, és elimináljuk. Ebben az esztendőben is megrendezték a pákozdi gasztrotalálkozót, az első napon, borszakmai napra került sor a pákozdi Lícspincében. Borszakmai nappal vette kezdetét múlt pénteken a Lícspincészetben a Pákozdi Gasztrofesztivál. A téma a fajtamentés volt, melyre borászok érkeztek a Felvidékről, Délvidékről, valamint Érmellékről is.
Tapasztalat cserére nyílt lehetőség az egykori püspöki dézsmapinceként működő Lics pincészetben. A résztvevők célja a régi magyar fajták megóvása és népszerűsítése. Az úgynevezett bakator volt a tanácskozás fő témája. Ezt a szőlőt az Otellohoz hasonlóan mellőzték az utóbbi évtizedekben, azonban értékes gyümölcs lévén megóvását egyre többen tartják fontosnak. Érmeléknek a fő fajtája a bakator szőlő volt, a piros bakator. Felénk tüdőszínű vagy rózsaszínű bakatornak is hívják. Ugye az elmúlt években a Gödöllői Kutatóintézetben bebizonyították, hogy a piros bakatornak annyira egyedülálló génállománya van, és annyira őshonos magyar fajta, hogy az összes többi régi magyar szőlőfajtáink közül kitűnik. Ugye említhetnénk a balafántot, akár a szerémi zöldet, a jufarkat vagy a gohért, és még sorolhatnánk, sok ilyen szőlőnk van. Ugye felénk a bakator volt a meghatározó szőlőfajta, ami annak idején a 19. század végén az egyik főfajta volt Zichy Ferenc grófnak a szőlészetében. Ahogy az Átkos-trianoni határhúzás megtörtént, illetve előtt a filoxéra vész nagyon sok szőlőt kipusztított, ez a magyar szőlőfajta is egy kicsikét a perifériára szorult, ellentétben azokkal a világfajtákkal, amik sokkal egyszerűbben teremnek, sokkal hamarabb profitot termelni belőlük. Ugye a magyar szőlőfajták és alapvetően a magyar gyümölcsfajták is kicsivel több odafigyelést igényelnek, így a bakator is perifériára szorult, és amikor én 2009-ben hazakerültem folytatva az örökségemet a szülőfalomban Bihardjószegen, akkor én a bakatort tűztem ki ugye a zászlós szőlőfajtának, és akkor utána jártunk. Akkor már a vidéken, érmeléken nem is lehetett kóstolni. Tehát az elmúlt 60-70 évben már nyoma sem maradt a bakator szőlőnek. Mindenki csak annyit tudott róla, hogy bakar, illetve a bakatornak a bakar a rövidítése, bakar terem, ha akar. Hát ugye a kadarkának meg a kadar a rövidítését, akkor mondhatnánk, ez is egy régi szőlőfajta, hogy a kadar is terem, ha akar. Az igazából annyit jelent, hogy ember tervez, Isten végez, a szőlő meg szereti az embernek az árnyékát. Utána jártunk, és Kalló Imre szomolyai borászmesteremnek a segítségével, az ő kapcsolati rendszere által eljutottunk Szatmárnémeti mellé Avasújvárosra. Hallott, hogy ott vannak gazdák, akik foglalkoznak ezzel a szőlőfajtával, és hál' Istennek találtunk is egy olyan terroárt, ahol 100-120 éves öreg tőkékről sikerült visszamenteni ezt a szőlőfajtát. És ugye elkezdtünk ezzel a szőlőfajtával foglalkozni, hogy a Homályból, a Kárpát-medencéből előkerültek azok a gazdák, akik ugyanilyen megszállott módon foglalkoznak régi szőlőfajtákkal. Így aztán az elmúlt évben hát öten vagyunk Kárpát-medencén szinten, akik ezt tudatosan műveljük, mint bakator művelők. Ugye délvidéken Mór Oszkár kollégám, Badacsonyban Málik Zoltán, a szomszédságban Hegymagasson szintén Balaton felvidéken ifjú Bence Pisti, Avasújvárosa, onnan a szaporítóanyagot hoztuk, jó magunk, a Hájt család pedig Érmelléken. A fajtát úgy tűnik sikerült az utóbbi években megmenteni, a Pákozdi Fesztiválon pedig találkozhattak más szőlőből készített borral is a fesztiválozók. Lendvárról jöttünk, Lendva Dél-Zala, nem kell bemutatni, Alsó-Lendva volt valamikor. Mi 6 fajta bort hoztunk, tehát Chardonnayt hoztunk, Szürke Barátot, akkor Pinot Blancot hoztunk, késő szüretbe, kiváltozásba Kék Frankosat hoztunk, Pinot Noirt, és akkor persze kedvezmény, legújabb szerzőnyénk pedig a Pézsgő, amit decemberben hoztuk létre, hosszú érlelés, klasszikus módban volt érlelve, úgyhogy avvej. Ezekkel a borokkal jöttünk jelenleg erre a borfesztiválra. Bajai, szegedi és speciális, vagyis pákozdi halászlé is rotyogott a bográcsokban szombat délután. A harmadik alkalommal megrendezett gasztrotalálkozó ugyanis egyben főzőverseny is volt. Hát két kategóriába hirdettük meg a versenyt, egy halászlé kategória és egy egyéb halétel kategória, de ez a kategória 4-5-tel kibővült, mert azért nagyon sokan másfajtát is, ennek nagyon örülünk, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, nagyon jó ízeket kóstoljunk, nagyon jó barátságok alakuljanak ki, és hát a magyar gasztronómiáért, az ételkészítésért mindent meg fogunk tenni, hogy egy színvonalas kis főzőversenyen legyünk túl. Milyen szempontok szerint zsűriznek? Hát nagyon sok szempontból, például a halászének legfontosabb, hogy azok az alapanyagok milyenek, amiket beleteszünk, milyen a hal alapanyag, milyen a vöröshagyma, legfontosabb a fűszerpaprika, amit
különböző tájegységekről, Kalocsáról, Cecéről, Szegedről találkoztunk mindenhol. Tehát a minőségi alapanyagokkal kezdve, milyen az előkészítettsége az ételnek, és hát milyen a végül a tálalása, milyen az íze. Tájékozódom, milyen halászlevet fogyasztanak, inkább bajait, szegedit, vagy pedig egy teljesen egyedit? Hát nagyon sok fajta van. Mi készültünk mi is egy 1000 adagos halászlével, de mi a bajai vonulatot hoztuk most el ide Pákozra, ami azt jelenti, hogy tehát csak akasztói szikiponyból, szegedi paprikába és bajai halászlé tésztával kínáljuk. Egyéb halételek tekintetében mit kóstoltak? Nagyon finom halcsapaprikás, kapros túros csuszával, akkor például Lengyelországból nagyon jó mandulás pisztráng, óriási volt, nagyon jó mártás, igazi lengyel hagyományos ételeket hoztak el nekünk, akkor lazacot, roston lazacot kóstoltunk, nagyon finom erdélygomba mártással, hirtelen nagyon finom kis korhelyhalászlé, kapros gombócokkal. Tehát itt az a lényeg, hogy a hagyományostól minden egy kis csavarást tegyünk bele, mert avval lehet, úgy érzem, hogy nyerni, meg hát nagyon jó ízeket kipróbálni. A verseny igazi célja a finom ízek kóstolása mellett egy igazán jó hangulatú fesztivál megteremtése volt, ami szemmel láthatóan sikerült is a szervezőknek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!